Üdv minden SimCity rajongónak, remélem kellemesen teltek a húsvéti ünnepek, folytatjuk tovább a SimCity-t. Sonka, torma, remélem megvolt, kalácsot az arcba mellé, egy kis kakaóval vagy pálinkával kísérve, remélem, hogy jól teltek akkor a húsvéti ünnepek, bár az időjárás az elég zord volt, azt hozzá kell tenni. Hát nem is tudom, hogyha én lány lennék és engem akarnának meglocsolni ilyen hidegben, szerintem egy péklapáttal verném agyon az illetőt. Na, megérkeztünk a városunkhoz. Egy pillanattal sem haladtam előre. Az előző videóban, ha valaki nem maradt volna, bármikor vissza lehet nézni. A fémipari központunkat fejlesztettük második szintre. Egy kis trükk segítségével, amit most nem részleteznék. A lényeg az, hogy egy napra leállítottuk a kereskedelmet, hogy másnap meglegyen az elvárt szint. Ha valaki kíváncsi, nézze végig az előző videót, ami megtalálható a csatorna playlistjében. A mai epizód célja, hogy a fémipari központunk továbbfejlesztésével kiaknázzuk a benne rejlő lehetőségeket. Nézzük csak, hogy miket kaptunk itt. Azt mondja, a kohászati részleg a fémipari központban kohászati üzem. Nyersérc is szép és jó, de tudod mi szebb? A fém és az ötvözetek. Olvaszt fémé az érceket, vagy adj szenet a turmixba, hogy ötvözeteket gyárts. A fémet és az ötvözeteket eladhatod helyi üzemekben, vagy a globális piacon a kereskedelmi lerakaton keresztül. Huhú, na. És a másik továbbfejlesztett szédmánya, használd ki a legújabb fém megmunkálási vívványokat, és a környezetvédelmi törvények visszavonását. Hú, ez rosszul hangzik. Termel gyorsabban szenet nagyobb területről. Ez a bánya rengeteg munkást alkalmaz, és nagy raktár területtel rendelkezik. 96 tonna per nap, ez 24 tonna per nap. Hát ez majdnem négyszer annyit termel ki, sőt, szerintem négyszer annyit termel ki, mint egy normál mezei bánya. Viszont a kohászati üzem ötvözeteire lehet, hogy most nagyobb szükségünk lenne. Mi kell ehhez? Kohászati részleg, vagy mérnöki részleg? És emellett még a kereskedelmet is próbálunk hangsúlyt fektetni. Ó, és kereskedelmi központunk is van már. Elértük a napi limitet. Szerintem ezt is így pikpakpuk lehelyezem valahova. Munkásokra van szükség? No. Dün-dün-dün. Hova legyen a kereskedelmi központunk? Ó, hogy ez egyből ilyen magas lesz. Oké. Ebbe a kis kör régióba. Hát, végül is. Miért ne? Ó, vagy tervezünk előre. Ja, de ott két házat lepusztítanék. Legyen ide az út mellé, és akkor közé még szerintem elfér egy házikó. Na jó, először fejlesztjük tovább ezt, nézzük meg, hogy mi van. Azt mondja, kereskedelmi részleg. Eleged van, hogy folyton átesel egy halomszénen vagy nyersércen. Szabadulj meg a fölöslegtől, és keres jó sok pénzt a globális piacon. Teherkikötő szén és érctárnákat a teherkikötőbe. Helyi hozzáférés engedett fejlett szénbánya. Vagy kohászati üzem. Szerintem egy kohászati üzem az úgy pont jó lesz ide. Jó, 200 ezer pénz. Ez megvolt. Az előző városban ezt egyből meg tudtam építeni, vagy nem tudom, valahogy másképp működött. Lehet, hogy bugos volt, még aztán patchelték. Tudja a fene. Jó. Tehát megvolt ez. És nézzük a kereskedelmi központot. Szerintem vezessünk ki itt egy utat. Egy ilyen kisebb utat. Egyelőre még kisebb utat, hát ott keresztül két ilyen kis putrin. Remek. És ez itt legyen egy nagyobb út. Egyelőre ekkora.
Remek, de miért nem csatlakozik ez a kisebb úthoz? Na, én is így gondoltam. És akkor emellé létesítem a kereskedelmi központot. Subidubi. És elérhetővé vált a teherkikötő is. Na, nézzünk gyorsan egy bevételt. Most mínusz 350-ben vagyunk. Semmi gond. Mindjárt ezt átkonvertáljuk pluszba. Közben majd a vasutat is próbáljuk meg hasznosítani. Azt mondja, kohászati üzem. Ó, szerintem ez így ide nagyon jól fog mutatni. Pont így a két bánya között. Ide ehhez a nagy széles úthoz leteszem, ide a határba. Itt senkit nem fog zavarni, az ég ett a világon. Hát lehet, hogy a smogot úgy kicsit a város felé fújja, de hát ennyit már elviselnek a szimek. Jó, és azt mondom neki, hogy a globális piac helyett nem csak, és akkor termel fémet, és egészítsük ki fémkohó, ötvöző kohóval. De szállító autók, azok is kellenek, 10 000. És mennyibe kerül az ötvöző kohó? 36 000. Hát egy ilyet ezt gyártunk mindenképp. Remek, és akkor már ötvözetet is gyártunk, 10 tonna ötvözet. Nézzük csak a raktárat. Ja, 20 tonna ötvözet. Ezt 6000 mínusz 7500, viszont az ötvözet az 42 000, ezt exportáljuk. Remek. És akkor innen el is kezdjük táplálni a kis gyárunkat szénnel és ötvözetekkel. Dettó. Alkalmazottakat keresnek. Hogy állunk alkalmazottakkal? Hű, 5000 hely munkás kéne. Hát ez már több, mint a városunknak a fele. Ó, de megjöttek a dolgozók. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk munkára föl. Bőven kellene ide még munkás. Jöjjöjj. Bővülhetne a város. Na, de legalább működik a bánya. Mindjárt érkezik bele a nyersérc. Illetve a szén is remélhetőleg. Nézzünk egy épületfejlettségi szintet. Aha, itt már lassan tovább fejlődnek, és remélhetőleg itt is. Itt is fejlődhetnének már az épületek igazán. Ve itt is. Na, te mit szeretnél itt? Teherkikötőt. Na, ezt majd később igénybe vesszük. ezer napi profit fémeladásban. Na, megérkezett a raktárba a szén és az érc. Nincs más hátra, mint értékesíteni. Jupi. Lehet, hogy még egy kohót hozzáadok. Ötvöző kohó. És akkor így már még több
ötvözetet tudok előállítani. 20 tonna ötvözet. Igen, és akkor itt kicsit átépítjük itt is a berendezést. Nyersért szaraktár az nem kell. Itt exportáljanak továbbra is. Illetve ide is lerakok egy ötvözet. Vagy fémraktár. Fémraktár az jó lesz, és szerintem még egy telepet csak az ötvözeteknek ki kéne alakítsak. De lehet, hogy az már a nagy kereskedelmi kikötőben lesz. Na, tovább népesedünk, mindenki boldogabb. Hurrá, hurrá! Egyre boldogabbak az emberek. Első szint. Ó, és 250 ezer napi profitot kell elérni. Szerintem ez a... az új ötvözetek eladásával gond nélkül megvalósítható. Ja, és fontos, itt is beállítom, hogy... exportáljuk a fémet. Oké. Na, és így nem fogunk rosszul járni anyagilag. Hát egy kicsit negatívban vagyok. 647 szimóleon mínusz, de... akkora profitot termelek ki az érceladása, hogy ezt meg se érezni. Közben az áram lecsökkent, úgyhogy muszáj vagyok tenni az ellen. Na, és akkor most jön az a pillanat, hogy átmegyek a régióban egy másik területre, egy szomszédos városkába. És... ó, valami olyan gazdag, vízben gazdag régiót kéne keresnem. Talán ott foglaljuk el. Haha. Frontier Fields. Remélem, hogy ezzel tudok áramot átküldeni a másik városba. Jó, ott a stráda. Ó, milyen hosszú stráda szakasz van itt, kérem. Na, és akkor... hát itt szépen középen elindítok egy ilyen útszakaszt. Ez itt most bőven elég. Na jó, legyen hosszabb. Legyen 4000 pénznyi útszakasz. Tökéletes. Kell nekünk víz. Sok-sok víz, tiszta víz. Egy, kettő, ezt el is fogjuk adni. Kell nekünk áram. Szerintem az áramellátást még meg tudom oldani, viszont kellenek lakóházak mindenképp. Itt egy ilyen lakóháznegyed, és mássuk merről fúj a szél. A gyárakat azt valahova ide kéne elhúzni. Szerintem ezt így ilyen hikomat módon ilyen egyszerűen meg fogom oldani. Nem akarok túl sokat ettől a városkától egyelőre. Ide lerakok két ilyen kis gyárrégiót. Ide még egy lehelletnyi commercialt, és már is jó lesz. Kicsit bepörgetem az időt. Jó. És adok áramot is a régiónak, mert ez milyen jó lesz. Így ide közvetlenül. És szerintem, ha felhúzom 5000 lakosig ezt a várost, akkor építek ide egy közműves létesítményt a polgármesteri hivatalhoz, és akkor a másik városban, vagy akár itt is ki tudom aknázni a közműveket, a fejlettebb közműveket, úgy mint a vízszivattyút, vagy a szennyvízszivattyút. Jó, hát most itt ezt a kis szennyvízlerakatot is így ide. Bekötőút, rendben, ezt így elhúzzuk, és oda lerakjuk a szennyvízlerakatot. Nem ez az, bocsánat. Mindjárt lesz áramunk is. Hoppot, nem csatlakozik az út.
Na, most már mindjárt jobb. Na, nézzük csak a vizet. Ó, remek. Jó, és már meg is épülhet a házik, a polgármesteri hivatal, a Jenőhöz. Hurrá, hurrá! Jó, nincs más hátra, mint az 5000 lakost elérni. Kis városigazgatás. Nézzük csak ki a régióba. Áramra van szüksége. Betöltjük a városunkat, és reméljük tudunk vásárolni akkor a most létrehozott várostól vizet, áramot, meg mindenre, minden, mi szemszájnak ingere. Oké, menjünk ki a régiónézetbe. És nincs kapcsolat a várossal. Na ne. Na ne, szívassatok. Ez, hogy nincs útkapcsolat. Menjünk csak ide-vissza még egy picit, lehet, hogy játszani kell, mert van egy kis delay. Ha mondjuk egy másik játékos menedzseri, akkor megint egy kicsit másképp mentődnek a városok. Nem baj, ezt is ki kell tapasztalni. Egy híd is van. Na, jönnek itt az emberek. Na, még itt egy kis utat. Utat mutatunk. Jó van, ne izgulj, nem megyünk csődbe. Nézzük a lakosságot. 136 betöltetlen állás, de itt mindjárt megépülnek az új lakóházak, amik biztosítják remélhetőleg a kellő munkamennyiséget. Jó, hát ilyen kellemes kis üzemek, kvázi egy utolsó utáni gyár lerakat, de egyelőre ez is megfelel a célnak, de itt van kereskedelmi épületek. És működik a polgármesteri hivatal. Már csak mínusz 100 per óra. Még jön pár új lakos, és meg is leszünk. Mindenki szépen egyre boldogabb, ropogtatják a chipset. Na, itt Putri falván. Épülnek az új viskók. Hát ez valami csodás. Parabola antenna, mert az kell. Eladó házikók. Na, itt beköltöznek az emberek. Kocsi a mindenkinek, kettő is. Ezt vagy magyarázza már nekem. Elmondjuk Amerika, úgyhogy hát mindenki a sarki közértbe is kocsival jár. Mondjuk a sarki közért is jobb esetben 10 kilométerre van sokszor. Úgyhogy. Na, hogy állunk anyagilag? Mínusz 28. Lehet, hogy kell vennem még egy kötvényt. De lehet nem. Jó, kezdjük betölteni a rendelkezésre álló
Még mindig bosszantó munkásokra volt szükségünk. Jól van, nyugodjál meg. Nincs itt semmi probléma. Jó, ide is rakok valami üzletet. Tehát olyan mini üzletek lesznek max. Az a jó, hogy ezeket a régiókat nem kell pénzbe, tehát nem kerülnek pénzbe a lerakásuk. Jó, nézzünk ki a régióba. Megaloplex régió, ott a városkánk. Nincs útkapcsolat. Na jó, lehet kénytelen leszek más megoldás után nézni. Térjünk vissza ide. Áramra van szükség. Jó, hát azon nem újjék. Szerintem lerakok akkor egy szénerőművet, aztán azzal elleszünk egy darabig. Ezer. Jó, akkor megvárjuk, hogy beérkezzen a profit. Mondom, beérkezzen a profit. Hol késik a profit? Valaki szállítson már le valamit, bármit, akármit. Van ott 5 tonna érc. Na mi történt, lett, behaltunk. Jó, az ércet akkor ezt eladjuk gyorsan. Jöhet érte az autó. Tizennégyezer, gyerünk, 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 nem érünk rá. Jöhetne már az autó. Na ott jön, ott jön, ott jön. Király. Jó, akkor most ezt már nem exportáljuk többet. Ám de... felhúzunk ide egy hiper-szuper kis erőművet. Jó. Ezt így úgy oda ki. No, és most már van áram. Víz is kéne. Jó, most jobb hiány ide húzok fel vizet. És a szennyvizet is valahogy orvosolni kéne. Úristen, eldugult az összes létező budi. Nincs elég pénz, ajjaj. Ez problémás lehet. Na, veszek egy kötvényt, legyen némi pénzem. Aztán utána úgyis a kereskedelemmel dőlni fog a lé. Áramellátás szükséges. Jó, még itt, még jó, hogy van szén a városban, mert akkor meg tudom oldani a problémát. Jó, és akkor... budit is orvosoljuk, jó, remélhetőleg ez így megoldja a WC válságot. Hát kéne még egy víztározó. Nem jó ez így, nagyon kevés a víz ebbe a régióba.
És még mindig hiány van, meg nem hiszem el. Száz, az ott tökéletes. Na, talán most. És még mindig hiány van. Ezek a bányák, ezek nem tudom mit isznak ennyit, de az összes vizet azt úgy elszipolyozzák. 80, ez pedig 6. Szennyvíz kiömlő. Ajjaj. Nézzünk csak egy víztérképet. Ja, ott a gyár mellett, ott szennyeződik a víz sajnos. Erre is oda kell figyelni. Nem, a más a régióból kell majd még vizet csiholni. Ide rakok még kettőt, annak elégnek kell lennie. Kötvény! Még kötvény! Hú-hú. Jó, 25 ezres, azzal már kitartunk. Hogy épül, hogy készülnek az ötvözetek? Érc, jön az érc. Az ötvözet is. Na, mindjárt kész az első 5 tonna fémünk. Viszont itt kell még érc, hogy folytathassuk a gyártást, nincs érc. Ércet ide. Vízellátás szükséges, nehogy már. Pont ennek kell vízellátás. Jó, ide még lehúzok egy ilyet. Na, most már jó lesz. Na, nézzük a kereskedelmet, az csak 109 az ár. Most igen, az áram és a vízhiány miatt. Na, pont ez az, amiről beszéltem egy korábbi videóban, hogy nem szabad egyből sokat akarni. Na, ne! És még meteor is lesz. Na, vajon mi pusztul el? Hol a meteor? Na nézzük, mire számíthatunk. Hú, és csak ott mázdi. Júj, itt elég nagy meteor zápor van. Szerencsére a szomszéd város régióját bombázza. De még lehet mi is kapunk. Jaj, a szénbányám.
csapódik be semmi. Ott a másik. Aszta, na ez mázli volt. És itt kiirtotta a füvet is. Na, hát az égiek velünk vannak. Vízellátás szükséges, de már van vízünk, hello! Szén van, érc kéne, de itt jön érc, vagy víz, úgyhogy igazán elkezdhetnénk a termelést is. Haló! Ezt megnyugtatna a tudat, hogyha leszállítanának némi ércet is nekünk, vagy elkezdenénk az ötvözet kereskedelmet, mert így viszont tényleg be fogunk csődölni. Vízellátás szükséges. Na jó, építek még pár víztornyot, mert ez így nem járja. Most már tele vagyunk víztornyokkal. Jó, kibocsátok még egy kötvényt. Csak hogy örüljetek. 50 000-es. Mennyi mínuszban vagyok? 2500. Jó, ha beindítják végre a termelést, akkor itt minden megoldódik. Na végre működik az érzvány. Túléltünk egy meteorzáport, úgyhogy most már nehogy a gazdasági válság vigyen el minket. Csak mert egy pár óráig nem volt áram meg víz. Vigyétek, 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 ne is lássam az ércet. Vízellátás szükséges. Na, ne szivassatok. Na jó, hát ezt a vízrendszert, meg áramrendszert még egy kicsit fixálhatnak, mert nem hiszem el, hogy ide nem ér ide már a víz. Nem ért ide már a víz. Itt van, itt bugyog, hello. Na végre, ez is működik. Én sem hiszem. Jó, hát a következő időszak nagy teljesítménye az kell legyen, hogy szépen ide felhúzok egy közműhivatalt, amivel már a nagyobb vízerőműveket is létesíteni tudom. Ez a kohó, ez mocskosul sok vizet használ el. Na, vittek fémet, mindjárt kész az 5 tonna ötvözet is. Ja, ide viszik a fémet. Ide az ötvözetet. És akkor lesz sok-sok-sok-sok pénz. Illetve még a lakosságnak kéne növekednie. Na, ott épül egy nagyobb lakóház.
helyes, és hogyha a lakosság növekszik, akkor a pénz is növekszik, és minden visszáll a régi normál kerékvágásba, reméljük. Nagyon szerencsétlen ennek a városnak az elhelyezése is, tehát ugye az ivóvízkészletek minimálisak, ellenben a bányák azok az ivóvízkészletekre kell, hogy épüljenek, úgyhogy csak importálni tudjuk majd a vizet egy másik városból. Úgyhogy lehet, hogy a következő videóban tényleg itt egy olyan várost fogok létesíteni, amiből tudunk kereskedni, mert nonsense. Ott van az a kisváros. Tudok? Nem tudok. Nincs szomszédos áramszolgáltató. Nincs kapcsolat a várossal. Hát igen, akkor úgy néz ki, hogy itt a régión belül van 4-5 város, akik egy ilyen nagy művön tudnak dolgozni, és azok tudnak kapcsolatot létesíteni egymással. Tehát itt van ez a másik 4 város, ez a másik 4-3 város, és ott van még 4 város, és akkor ők tudnak egymással kereskedni. A többiek meg úgymond nem. Mondjuk ez is érdekes, de mindegy. Na, plusz egy dolog, amit majd reméljük egy későbbi patchben feloldanak, vagy korrigálnak. Már így is sok patch volt a SimCity-ben, és csomó dolog változott azóta, meg kijavítottak, hogy a játék elindult. Na, közben eladtuk az első ötvözeteinket. Ja, azt javasoltátok, hogy ide húzzak fel fákat, hát ha kicsit megállítják ezt a rothadást, ami így itt van. Hát reméljük. Na, szép zöld budi. Budi falva. Na, újabb lakóházak, és növekszik a lakosság. Huhú. Na, nézzük a bevételeinket gyorsan. Na, már 2100-ra visszaestünk, és az ötvözetek eladásával, illetve a nyersérccel már jó sok pénzre is szert tettünk. Na, beindul ám itt az ipar hamarosan. Na, és már is van megint 5 tonna ötvözetünk. Itt is 10 tonna fém, és amint megjön érte a kereskedő autó, mondom, amint megjön érte a kereskedő autó, 30 ezer üti a markunkat. Na, és az lesz az, ott jön, Optimus Prime behajt, és bum, 30 ezerrel gazdagabbak lettünk. Na, így már nem lesz kunst újra egyenesbe hozni a várost, illetve fenntartani a pozitív költségvetési rátát. Az új erőmű is megépült, szénre itt sem lesz szükség. Na, úgyhogy megy ez. Na, tehát a mai epizód tanulsága, hiába állokkoltunk egy fémipari központhoz egy kohászati üzemet, nagyon fontos, hogy meglegyenek a kellő közművek, hogy aztán a kitermelést tudjuk biztosítani, mind áram, mind szennyvíz, és legfontosabb, ivóvízkészletben. Mert különben könnyen úgy jártok, mint én, tehát egy gazdasági krízis veszi kezdetét, és hogyha nem tudtok időben lépni, akkor könnyen búcsút is mondhatok a városnak. Na, szerintem ezt a részt itt fejezném be. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, vagy Facebookon lájkolni, vagy Twitteren is követni. További SimCity játékok elérhetőek a csatorna playlistjében, a SimCity játékok rész alatt. Ezt a részt itt fogom folytatni, pontosan ahonnan abba hagytuk. Tehát a következő résznek a tervei, kicsit még stabilizálni a várost, növelni a lakosságot, és majd a kereskedelemre is nagyobb hangsúlyt fektetni, de most az elsődleges cél az lesz, hogy elérjük a 15 ezres lakost, hogy a közműves városközpont részt kioldjuk. Ezt követően pedig még az oktatásra szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ezeket a gusztustalan gyárakat itt szépen felszámolhassam.
No. További szép napot kívánok mindenkinek, hamarosan újabb epizóddal jelentkezem, addig is jó játékot és jó videónézést kívánok mindenkinek. Sziasztok!